Nem ritka, hogy már kilencedikben vagy tizedikben elvégzik ezt az önkéntes munkát a tanulók, de természetesen minden évben akadnak olyanok, akik az utolsó pillanatban kapcsolnak. Éppen tegnap kaptam egy kimutatást arra vonatkozóan, hogy az idei tanévben érettségiző tanulók közül ki az, akinek még nincs meg ez az 50 órás közösségi szolgálatos igazolása. Van még közülük néhány, nem sokan vannak, tehát 6-8 tanuló van még ilyen az érettségizők közül, de nekik meg még van két és fél, három hónapjuk arra, hogy ezt a közösségi szolgálatot elvégezzék. A napokban éppen a cigány kisebbségi önkormányzat kötött az intézménnyel együttműködési megállapodást. Először is olyan hát elsősorban civil szervezetek, de akár önkormányzati cégek is, vagy, vagy más ilyen állami intézmények is köthetnek velünk együttműködési megállapodást. Tehát az első feltétele mindenféleképpen az, hogy együttműködési megállapodást kell kötni az iskolával, annak a szervezetnek, akik vállalják azt, hogy náluk tanulók ezt az 50 órás közösségi szolgálatot teljesítsék. Így kötöttünk most ilyen együttműködési megállapodást a roma önkormányzattal is, és ennek megfelelően, akikkel van ilyen szerződésünk, azokhoz a tanulók mehetnek. Lehet kisdiákokat korepetálni, fesztiválon csoportot kísérni, nyári táborban segíteni, vagy éppen levéltári munkát is végezni. Széles a lehetőségek köre pontos naplót kell vezetnie arról, hogy milyen időpontban hány órát volt, hány órában dolgozott annál a szervezetnél, és a végén egy összefoglalót is kell írnia arra vonatkozóan, hogy ez milyen volt, hogy sikerült, mi tetszett, mi nem tetszett. Az a tapasztalatunk, hogy vannak olyan tanulók, azért többségében talán nem ők vannak, de, de vannak ilyenek is, és azt gondolom, hogy az egésznek a lényege pont ez, akik pont ezen a közösségi szolgálati munkavégzés során jönnek rá arra, hogy nekik valamilyen ilyen, munka után kell majd nézni, tehát valamilyen ilyen irányba szeretnének majd tovább tanulni az érettségi vizsga után. A Kalocsai Szent István Gimnáziumnak éppen 80 szervezettel, intézménnyel van együttműködési megállapodása.